6 hetes felkészülést követően vasárnap Tatabányán a Budaörs ellen már bajnoki pontokért lép pályára Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spisek együttese egy szlovéniai edzőtábort is maga mögött tudhat, Mariborban és hazai környezetben is különböző erősségű ellenfelekkel szemben mérhette le a csapat fejlődését a szakmai stáb. A szerdai Recea elleni főpróba Spari győzelemmel zárult, de a vezetőedző nem csak emiatt elégedett az elmúlt másfél hónapban tapasztaltakkal. Amit terveztünk a felkészülésre, azt mondom, mindent tudtuk végigvinni, bármelyik szempontból nézve, az erőléti szempontból, technikai, taktikai dolgokról, fiatal játékos beépítése, új játékosok beépítése, csapatkohézió felépítés. Azt mondom, hogy ezek a dolgok minden sikerült beépíteni ebbe a 6 hetes felkészülésre. Ugyanúgy voltak jó meccseink ebbe a felkészülésre, úgy erős meccsek voltak jó ellenfél ellen, úgyhogy sikerült ezeket a dolgokat, amit akartunk kipróbálni, variációt, játékstílust felépíteni. Azt mondom, hogy minden belefért ebbe az időszakba, úgyhogy lehet mondani, hogy ebbe a pillanatban a csapat olyan állapotban van, hogy készen várja a bajnokságot. A legutóbbi szezon házi gólkirálya Hornyák Marcell szerint is jól sikerült a felkészülés, így a támadó társaival együtt optimistán tekint a bajnokság elé. Tele vagyunk önbizalommal, ugye a felkészülés nagyon jól sikerült, hál' Istennek, mindenki jó erőben van, az öltözőben is jó a hangulat, és nagyon várjuk már a kezdést, aztán reméljük, hogy ugyanúgy tudjuk ezt csinálni, mint ahogy tavasszal abbahagytuk, tehát ugyanúgy tudjuk folytatni, és ott leszünk az első ötben legalább, tehát az lenne a cél, hogy minél feljebb végezzünk. Az NB2-ben a következő 4 hétben 7 fordulót bonyolítanak le, így egy jó rajt akár az egész szezonbeli szereplést meghatározhatja. Vasárnap, szerda, sok meccs van, az mindenféleképpen, azt mondom, pozitív, meg jó. Erre kellett felépítenünk a csapatot, de mi gondolkoztunk erre, terveztünk erre. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, kemény lesz, nehéz lesz, de másik oldalon meg labdarúgók vagyunk, akik erre kell, hogy készüljenek, és erre kell maximum kihozni. A Budaörs Nyíregyháza Spartakusz mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik a Tatabányi Grosi stadionban. A forduló további párosítása a következő: Gyirmót Szombathely, Soroksár Kazincbarcika, Dorog Vasas, Szeged Budafok, Ajka Győr, Békés Csaba Tiszakécske, Csákvár MTK Budapest, Szolnok Vác és Siófok Balmazújváros.